Hagyományokhoz híven nem hagyományosan táncol a Four Four Dance, a nyíregyházi fiúkból álló csapat 5 kontinens több mint 40 országában szerepelt már, többek között Norvégiában is táncoltak. Most pedig a Norvég Alap támogatásával valósítják meg projektjüket az északi országban, valamint Nyíregyházán. Fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar autentikus néptánc kultúra mi alapján jut el ehhez a modern stílushoz, amit a Four Four Dance képvisel, és ezt fogjuk ott kint mi 5 napon keresztül 5 órás képzésekbe megtanítani, és ezek a képzések, ezek lesz gyakorlati, elméleti, illetve a végén egy, amit mi betanítottunk a norvég partner művészeinek, a legvégén egy záró produkcióba, ez egy koprodukció, ahol igazából közösen lépünk fel, és kicsit betanítva egymásnak a dolgokat, így egy közös előadás lesz. A Four Four Dance és többek között népzenészekből álló szakmai csapata ősszel indul majd Norvégiába, ezután szervezik majd a projekt nyíregyházi állomását. Annak központja vélhetően a Megyeszékhely színházában lesz. A tervek szerint a norvég, valamint a Four Four Dance-es előadások a nagy közönség előtt is nyitottak lesznek, hangzott el a projekt tájékoztatóján. Beszélgettünk már a jövőben megnyíló pályázati lehetőségekről is, ami már most látszik a kiírások tervezetéből. Nem szeretnénk mindenféle pályázaton csak azért indulni, hogy valamilyen támogatásban részesüljön a csapat. Próbáljuk olyan stratégia mentén végig gondolni, ami a mindenkori működést támogatja egy ilyen adminisztrációs oldalról is, meg valahol a szakmai tevékenységét is. A tájékoztatón kiemelték, olyan programokat igyekeznek megvalósítani a későbbiekben is, amely a magyar néptánc kultúrát, mint értéket mutatja majd be.